Amerikai indián törzsek kultúrája mindennapjai elevenednek meg a pénteken nyílt kiállítás fotóin. Sam András fotográfus több mint 25 évig készült a fotózásukra, azonban számos nehézségekbe is ütközött ez idő alatt, hiszen ahogy mondja, fontos tiszteletben tartani a kulturális és etikai normáikat. A most kiállított fotók kidolgozása, utómunkája az 1800-as évek második felének hangulatát és színvilágát tükrözik. Az a természethez való közelség, ami már az emberből hiányzik, a természetnek, tehát magának a természetnek, az állatoknak, a növényeknek, a bogaraknak az imádata, a figyelése, és ezeknek tulajdonképpen majdnem, hogy az újrahasznosítása is az életükben, ami egy igazán csodálatos dolog. A megnyitó részt vett Lerner Zsolt alpolgármester is, aki örömét fejezte ki, hogy a többszörösen díjnyertes fotográfus most Székesfehérváron is megmutatja tehetségét. Nem csak a portréfotózásban, hanem filmfotózás, esküvői fotózásban is járatos Sram András, tehát ott is elég híres képei vannak, és nagyon sok helyre hívják, hogy filmsztárokat például rendszeresen fotóz, hát ezt nem Európában, hanem akkor mondja, hogy mindig visszautazik Kanadába, illetve az Egyesült Államokba. Tehát egy jó dolog, hogy ilyen művészekkel gyarapodott a városunk. A Nicitapi Indián Portrék című tárlat március 27-ig tekinthető meg a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent Korona galériájában az intézmény nyitvatartási idejében.